Ahhoz, hogy jó csapatként jól felszerelt legyen, minden sportegyesületnek megfelelő felszereléssel kell rendelkeznie a versenyekhez. Így a helyi önkormányzat ezúttal 100 000 dinár értékben adományozott felszerelést az Óbecsei Kickbox Klubnak. A Kickbox Világszövetség által előírt top 10 felszerelést a hivatalos világ és országos versenyekre minden kickbox szakákban. Dáne Mándics a községi tanács befektetésekkel és kommunális tevékenységekkel megbízott tagja. David Tufekcsics, a községi tanács sporttal, ifjúsággal, idegenforgalommal és tájékoztatással megbízott tagja, és Branislav Nésics, a községi tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja adta át. Nagy örömömre szolgál, hogy ma meglátogattuk a Becsei Kickbox klubot, azaz, hogy másfél év alatt immár harmadik alkalommal vagyunk ebben a klubban, amely talán a legjobb módon népszerűsíti községünket és sportközösségünket. Szeretnék köszönetet mondani a Becsei Kickbox klubnak egyfelől, másfelől pedig a Mizsárkó Rádovicsunknak, aki sokunk számára az egyik legnagyobb név a sportban Óbecse község területén, és ezért azt gondolom, hogy mint helyi önkormányzat hálával tartozunk ennek a sportklubnak. Ez a klub néhány éve már sorozatosan ér el nagyon jó eredményeket, úgy nemzetközi, mint állami szinten, és ezt a helyi önkormányzat is észrevette, és nagyon jelentősnek tartja. Éppen emiatt döntöttünk úgy, hogy idén egy 100 000 dinár értékű felszereléssel adományozzuk meg a klubot, amelybe fej, kar és lábvédők, valamint boxkesztyűk is vannak, hogy folytathassák a minőséges edzéseket, valamint a versenyeket nemzetközi és országos szinten. Ezentúl kizárólag a kék sarok a miénk, a harcosnak kék fejvédője, kék kesztyűje, kék védője lesz, és a felszerelésen szerepelnie kell a Vakó Föderáció pecsétjének. Eddig lehetett például a kék sarokban harcoló félnek fekete fejvédője, fekete kar és lábvédője, lehetett színesbe öltözni. Mostantól ez már nem lehetséges, így gyakran fordult elő, hogy kölcsön kellett kérni más kluboktól felszerelést a versenyekre. Ez azonban nem igazán népszerű dolog, ezért Dánéhoz, a barátunkhoz fordultam segítségért, aki valóban mindig gondol ránk. Természetesen köszönöm a helyi önkormányzatnak is mindazt, amit a sportért tettek és tesznek itt Óbecse községben. A Becsei Kickbox Klub munkájához és működéséhez ezen eszközökön kívül 300 000 dinárt különített el az önkormányzat az éves programra, mondta David Tufekcsics. Mi minden évben 19 millió dinárt különítünk el az Óbecse község területén működő klubok részére, annak érdekében, hogy működhessenek és edzhessenek. Emellett további 4-5 millió dinárt is elkülönítünk a költségvetésből, amelyen felszerelést vásárolunk a sportklubok részére. Továbbá anyagilag is támogatjuk a különféle jubileumokat, eseményeket, rendezvényeket, tornákat. Így módon mutatjuk meg azt, hogy mint helyi közösség szeretnénk támogatni a sportklubjainkat. Az előző időszakban a főbb munkálatok között szerepelt az Óbecsei Sportközpont, de más létesítmények is, köztük a Partizán Testnevelési Egyesület, ahol a nagy terem világítását kicserélték, és a földszinten teljesen felújították a rossz állapotban lévő mosdókat. Az összes vízvezeték, szaniterek, csapok, ajtók, csempe és minden egyéb cseréje után, amire Óbecse község több mint 1 millió dinárt különített el, a kulcsokat átadták az ebben az épületben működő kluboknak, amelyek gondoskodni fognak ezekről a helyiségekről. Az elmúlt időszakban befejeztük a beruházásokat a sportközpontba, amely új közvilágítást és új mosdókat kapott. A napokban zajlik éppen a legkorszerűbb klimatizációs rendszer beépítése, úgyhogy sok klub jöhet majd hozzánk felkészülésre, úgy hazaiak, mint külföldiek, hivatásosak vagy amatőrök, és a legmodernebb feltételeik lesznek a sportcsarnokban. Egészen szeptemberig, amikor újra leállítjuk az edzés folyamatokat, annak érdekében, hogy a Sport és Ifjúsági Titkárság támogatásával új padlóval lássuk el a csarnokot. Ami pedig a Partizánt illeti, itt is fellettek újítva a mosdók, több mint 1 millió dinárt fektettünk be, úgyhogy azok a sportolók, akik ebben az épületben edzenek,
korszerű és méltó feltételeket kaptak az edzéshez, korszerű vizes gócokat. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a sportolók, de mindannyiunk érdekében a jövőben egy nagyobb beruházással kell számolnunk ezen az épületen, a sport és ifjúsági titkárság, illetve magasabb kormányzati szintű támogatással.